A DVG ZRT az idei évben 2013 április elején kezdte meg a kártyúzási munkálatokat. A önkormányzati megrendelés alapján közel 400 darab kártyú volt a évelei megrendelésben. Azóta a kártyúk darabszáma fokozatosan nőtt. Dunaújvárosban az utak állapota még a sok kártyú darabszám ellenére is viszonylag jó. Nagy Zsolt elmondta, az úthibák méretétől és elhelyezkedésüktől függően naponta 30-40 javítási műveletet tudnak elvégezni. Az áprilisban megrendelt munkálatokat minden bizonnyal október végére befejezik. Muszáj lesz, ugyanis az aszfalt gyártó cégek jelentős része novembertől márciusig zárva tart. A munka azonban akkor sem áll le. Ideiglenesen ugyanis betonnal lehet pótolni az útburkolat hiányzó darabjait. Ezeket a gödröket a tavasz beköszöntével újra reparálni kell. A javítási munkálatokra és az utak karbantartására fenntartott keret 40-50 millió forint.